Ez ezt a kitartást, ezt a küzdelmet, ezt, hogy tudok csapatban dolgozni, ezt, hogy fel tudom dolgozni a kritikákat és a kudarcokat, és túl tudok lépni rajta és tanulni bennük, ezt mind a sportnak köszönhetem. Én tényleg, hogyha ajánlhatom bárkinek, sportoljon. Mert ott ez egy olyan pluszt ad az életében, és egy olyan hátteret, és egy olyan tudást, amit igazából szerintem máshol nem nagyon lehet megtapasztalni. Én nagyon sokat köszönhetek a sportnak. Én a kézilabdáztam, megtanultam csapatban is dolgozni, lányokkal dolgozni, küzdeni egymásért. Én nagyon sokat köszönhetek ennek. Nekem a szüleim egyik sem rendelkezik diplomával. Nekem anyukám fodrász, apukám 8 általános végzett. És igazából nem volt ez, hogy elő volt írva, hogy el kell végezni neked a diplomát, de igazából mivel nagyon jól tanultam már általános iskolás korom óta, kimagasan teljesítettem a középiskolában is, így persze nekem is elvárás volt, voltak céljaim, hogy mindenféleképpen szeretnék rakni egy egyetemet, egy főiskolát, és igazából ezért nagyon sokat küzdöttem. Nekem mellette még ott volt a sport, a profi szinten kézilabdáztam, és megadott a lehetőség, hogy 14 évesen felkerüljek Budapestre. Szóval én már 14-13 éves korom óta egyedül vagyok Budapesten, én itt tanultam, és innen volt kezd az egész, hogy később évben szeretnék egyetemen is tanulni. Mint ahogy mondtam az előbb, ezt nem tudtam, hogy már akkor politológus leszek, volt ügyvéd, állatorvos, de végül a politológia lett belőle. Fölvettek sikeresen az ELTE-re, és igazából ez így jött. Nem tudtam még ezzel mit kezdeni az elején, hogy úristen, politika, nem foglalkoztam vele, családom nem nagyon politizált, nem nagyon foglalkoztunk ezzel, és így bedobtam magam a mély vízbe egy olyan területre, hogy hát politika jó lesz, nincs matek. És igazából így jött az egész, de a külgazdaság és külügyminisztérium miniszteri kabinetjának sajtóosztályán dolgozom, és próbálom járni az utat és megnézni, hogy hova tovább. De van egy végső cél, zárnak kimenni Amerikában, részvenni az amerikai elnökválasztási kampányban. Ez már régóta ott van. Most egy kicsit több mint egy éve tanulom az angolt. El is szépen ugye ezen sikerült felhozni az angol nyelvtudásom, de még rá kell szállnom egy évet, hogy ezt mondhassam, hogy na jó, akkor most már minden adva van, majd hogy ki tudjak menni. Nagyon jó csapat. Dolgoztatom együtt, és tényleg büszke, és nagyon sikeresnek érzem magam azt, hogy ideig eljutottam a kisvárosból, és hogy itt lehetek, és itt dolgoztatok a minisztériumban, nincs sajtó munkatárs. Úgy gondolom, hogy nekünk össze kell tartani, küzdeni kell egymásért, és végig kell vinni azt a célt, amit igazából ami miatt mi romák vagyunk. Igaz, van kultúránk, bármilyen, ami miatt mi romák vagyunk és összetartunk, de viszont ezt nem szabad elfelejteni, hogy mi is egy olyan társadalomban élünk, amit ugyanúgy nem szabad igazából hát elzárni elő. Nyitottnak kell lenni mindennek, de közösen együtt meg tudjuk csinálni, meg tudjuk oldani ezt a problémát, ezt, hogy előítélet van velünk szemben. Ezt, hogy néha atrocitások érnek minket, ezt közösen kell megoldani. És ha ezt kitartóak vagyunk, együtt vagyunk, ezt meg lehet oldani.